Így örült sérült játékosunk Bobál Dávid. Ilyen boldogok voltak kis labdaszedőink. És egy rajongóját boldoggá téve, mez nélkül, átázva, de elégedetten érkezett az öltözőnkbe mérkőzést követően Bognár István is. No de ne szaladjunk ennyire előre, jöjjenek először az Zalaegerszeg elleni sikeres bajnokink előtti exkluzív felvételek az MTK Budapest főhadiszállásáról. Lesz a mai meccsen, hogy kontrolláljuk, mind védekezésben, mind támadásban. Hogyha az ellenfélnél többet van labda, az se gond. Lényeg az, hogy egységként működjünk. Másik dolog pedig, ez egy nagyon jó közösség, és úgy gondolom, hogy ha egy közösségben valamelyik, valaki nehezebb időszakon megy át, akkor nekünk kötelességünk összefogni. És győzelmet nem tudunk ígérni, de azt, hogy megdöglünk a pályán, azt igen. Úgyhogy ezt mindenkitől elvárom, saját magamtól is, és mindenkitől ezen a mai mérkőzésen. Beni? 2-3! Hamarosan bemutatjuk, milyen feladatai vannak videóelemzőnknek és erőléti edzőnknek egy-egy bajnoki mérkőzés alkalmával. Addig is hajrá MTK Budapest!